Köszöntöm igazgató urat, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen, üdvözlöm a televízió nézőket. Nemrégiben tért haza egy kis csapat, amely Zágrábban járt, és karcagot képviselte a Magyar Nagykövetség meghívására. Milyen apropóból érkeztek Zágrábban? A Zágrábi Magyar Nagykövetség, illetve az ottani Magyar Intézet néhány évvel ezelőtt elhatározta, hogy megpróbál nyitni a helyi lakosok irányába, nem csak a zágrábi magyar közösség, hanem a horvát lakosság irányába is. És hát mi mást gondolhattak volna, mint hogy a gasztronómián keresztül próbálják meg ezt a nyitást. Úgyhogy idén már harmadik alkalommal került megrendezésre a Magyar Konyha napja. Az első évben Mohács, a második évben Baja, a harmadik évben pedig úgy gondolták, hogy Karcag, illetve a karcagi Hungarikum birka pörkölt kerüljön az asztalra. Nyilván azzal együtt, hogy a Magyar Konyha napja, nem csak az ízeket szerették volna bemutatni, hanem minden olyan hozzá kapcsolódó kulturális lehetőséget, néphagyományt, amelyet meg tudunk jeleníteni azon a kis közösségben, abban a kis térben, ahol ők elképzelték ezt a fesztivált. Számos gasztrokulturális rendezvénynek adott otthon Karcag is, és simán csak kulturális rendezvénynek is. Ilyenkor akár a Birkafőző Fesztiválra gondolunk, akár a nemrégiben lezajlott nagykunsági kulturális napokra. Számtalan van még előttünk és mögöttünk. Hogyan értékeli igazgató úr az eddigieket? Én azt gondolom, hogy ha néhány évre is vissza próbálunk tekinteni, akkor azokat a feladatokat, amelyeket kitűztünk magunk elé, azokat én úgy értékelem, hogy sikerült elvégeznünk. Picit szerettük volna a mai kor követelményeinek megfelelően átalakítani ezeket a rendezvényeket, próbáltunk újakat megszervezni és behozni ebbe a palettába, és hát volt néhány olyan rendezvény, amely arra szorult, hogy átalakításra kerüljön, újragondolásra kerüljön, más elemek kerüljenek bele, egy picit összébb húzódjon, vagy akár, mint mondjuk a Birkafőző Fesztivál, jóval nagyobb területen, jóval több programot próbáljon felölelni. Másik ilyen célunk az volt, hogy minden korosztálynak próbáljunk megfelelni. Tehát egészen a piciktől, az idősebb korosztályig mindenkinek legyen olyan program, nem csak egy rendezvényen belül, hanem ha az egész évet nézzük, akkor legyenek olyan programok, amelyben mindenki megtalálja a kedvére valót. Ez egyfajta kulturális kavalkádot is hozott ugye egy-egy éven belül, de úgy érzem, hogy megfeleltünk ezeknek az elvárásoknak. Adódik a kérdés, hogy vannak ugye kisebb kaliberű rendezvények, vannak igen nagy évet befutottak, és egy rendezvényszervezési feladatokkal jár, le kell koordinálni, össze kell egyeztetni. Hogyan működik egy nagyobb rendezvény megszervezése? Nem csak egy nagyobb, egy kisebb rendezvény igen? is. Én mindig azt szoktam mondani a kollégáknak, és magam is így állok hozzá minden rendezvényhez, hogy ha elkezdjük, akkor annak tökéletesnek kell lenni, hiszen aki ellátogat arra a rendezvényre, és ez legyen a Birkafőző Fesztivál, vagy legyen a legkisebb rendezvényünk, mondjuk egy Mikulás fotózás, az arra a rendezvényre készült, ő azon a rendezvényen szeretné jól érezni magát. Tehát tökéletesnek kell lenni az elejétől a végéig. Természetesen meg kell felelnünk azon túl, hogy a látogatók igényeinek meg kell felelnünk különböző jogszabályoknak is. Tehát amikor elkezdünk egy rendezvény szervezést, az nyilván nem a rendezvényt megelőző egy-két nap, hanem néha akár egy fél évvel előtte is hozzá kell kezdeni egy rendezvény szervezéséhez. Mondjuk a Birkafőző Fesztivál szervezése az egy egész évet felölelő folyamat, tehát ahogy véget ér maga a fesztivál, már kezdődik a következő évnek az előkészítése. Tehát át kell gondolni, meg kell felelni azoknak az elvárásoknak, jogszabályi és látogatói elvárásoknak, és nyilván erre kell fölépíteni a rendezvény napját, vagy a rendezvény idejét is. Ehhez én azt gondolom, hogy megfelelő háttérrel rendelkezünk. Folyamatosan próbáltuk fejleszteni ezeket a háttereket, itt elsősorban az eszközfeltételekre gondolok, a hangosítást, a különböző technikai eszközöket, sátrakat, sörpadokat, amelyek szükségesek egy rendezvény megszervezéséhez. De ha magát a déli épületét nézzük, akkor ugye felújításra került az elmúlt években, kívül is, belül is megújultak a vizes blokki részek, megújultak azok a részek, amelyek kiszolgálják a közönséget.
zárójelben megjegyzem, hogy persze kell is, és lehet is folytatni majd ezeket a felújításokat, de úgy értékelem, hogy az eszköz és a technikai feltételeink nagyon sokat javultak az elmúlt években. A másik része az a személyi háttér. Én úgy érzem, hogy a déli névben a kollégák maximálisan felkészültek, és minden tudásuk megvan ahhoz, hogy a rendezvények szervezésében, lebonyolításában a tökéleteset nyújtsák. Meg az együttműködés az iskolákkal, különböző intézményekkel is nagyon sokat jelent, hiszen számos rendezvény szokott megtartásra kerülni egy-egy alkalommal. Így van, a kapcsolattartás nagyon-nagyon fontos az egész város életében. Nyilván a kulturális intézményekben, az ifjúsági házban, a Déri néven, vagy akár a sportcsarnokot is mondhatnám, nagyon sok rendezvény kerül megrendezésre a társintézmények szervezésében, vagy közös együttműködésben. Ez napi kapcsolatot feltételez, hiszen egyszer ők jönnek hozzánk, egyszer pedig mi kérünk segítséget. Tehát mondja, gondoljunk bele, hogy például a Birkafőző Fesztivál az a különböző iskolai épületek nélkül meg sem valósulhatna. Én megköszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt. Köszönöm szépen.